Ryan Sörhent, pénzmágnes energia. Hasíts a munkádban, urald az életedet, keres milliókat. Ezt a könyvet a lányomnak ajánlom. Zená, te adsz nekem energiát ahhoz, hogy minden nappal egyre nagyobb legyek. És a szörhent csapatnak, akik segítettek a járvány ideje alatt egy új céget felépíteni, mi alatt serényen ezen a könyvön dolgoztam. Bevezetés Mi a pénzmágnes energia? Azért olvasod ezt a könyvet, mert valami olyasmit szeretnél, amivel nem rendelkezel. Lehet ez egy állomállás, több pénz, gazdag életstílus, vagy az a magabiztosság, hogy könnyen mozogja a világban, tudván azt, hogy mindenhez megvan benned az erő, hogy az út során megszerezd. Pontosan tudom, milyen az, amikor az ember egy nagyobb és jobb életre vágyik. Tíz évvel ezelőtt még a heti jutalékcsekkekből éltem, épp hogy kijöttem a pénzemből, bele voltam ragadva a túlélő módba. Amerre csak néztem, olyan embereket láttam, akik csak úgy ontották magukból a sikert. Az eredmények és a magabiztosság csak úgy áradt a pórusaikból, mint valami varázslatos, folyékony arany. Mindez egyértelműen látszott abból, ahogy mentek, beszéltek, öltözködtek és viselkedtek. Hadd legyek teljesen világos. Most nem a nyilvánvaló státusz szimbólumokról beszélek. Nem tudtam volna egy drága karóra megvillantásával, amit egyébként lopnom kellett volna automatikusan megváltoztatni az életem. Viszont hasonlóan ultra magabiztos ember szerettem volna lenni. Hasonló azokhoz, akik a leírt módon sétáltak el mellettem. Szerettem volna, ha a félelem nem uralkodott volna többé az életem felett. Szerettem volna áttörni életem folyamatosan előttem álló akadályain. Világosan összeraktam a képet olyan magabiztos arc akartam lenni, aki fontos tárgyalásokra tart az iparága vezetőivel, vagy olyan motiváló csapatebédeken vesz részt, ahol a luxus környezet kezeskedett a délutáni turbóra kapcsolásért. Én is ilyen emberré akartam válni. Pénzmágnes energiával szerettem volna rendelkezni. A pénzmágnes energia az a rezgés, amit olyan ember sugároz ki magából, aki az élet minden területén sikeres. Pontosan felismered ezt az embert. Azonnal észreveszed, amikor belép az irodába, mert olyan a magabiztossága, mint egy glória, de nagyon szerényen észrevehető. Ha ezt az embert egy partill látod, érzed, hogy olyan energia árad belőle, ami kiemeli őt a tömegből. A pénzmágnes energiával, PME rendelkező személy a magabiztosság legtökéletesebb megtestesítője. Nem kell bravúr, nem kell a hencegés. Pontosan tudja magáról, hogy PME-vel rendelkezik, és ezt mindenki más is tudja róla. Teljesen egyértelmű. Ezek az emberek azért válnak ilyenné, mert hatalmas a jövőképük, és teljesen elkötelezettek amellett, hogy valóra is váltsák. Amikor találkozol valakivel, aki PML-vel rendelkezik, ott akarsz lenni az illető mellett. Magabiztosak, de nem elbizakodottak. Pontosan tudják, hogy a sikerhez vezető út szorgalommal, hálával, türelemmel és tapasztalattal van kikövezve. Egy ilyen személy képes a veszteségeket simán leporolni magáról. Képes arra, hogy határozottan kitartson és folyamatosan a trófeára fókuszál. Akik PML-vel rendelkeznek, sosem hagyják abba a tanulást, a pénzkeresést, és sosem áll le a fejlődésük. Ha többet szeretnél magad számára, de a jobb és több elérhetetlennek tűnik, tudd, hogy nem az. Minden elérhető számodra. És ha úgy érzed, már kihoztad magadból a maximumot, akkor kérlek, élvezd, ahogy lebegsz a vízben az aranybevonatú infiniti púlodban. És kérd meg a komornyikot, hogy hajítsa be ezt a könyvet a saját magánszigeted vulkánjába, mert valóban mindenre rájöttél magadtól is, és semmi segítségre nincs szükséged tőlem. 2008-ban 9188 dollár volt az éves keresetem miután létrehoztam egy teljesen új rájent, és valóban nagyobban kezdtem el tolni, tíz év múltán már havi 10 millió dollárt keresek. Megalkottam és felépítettem egy tervet a bombabiztos PMR-re. Erről szól ez a könyv, tele történetekkel az életemből, hogy lásd, milyen szinten változtatta meg a pályafutásomat a PMR. A storikat meghintettem pár jól használható programmal és eszközzel, amiket saját magam is alkalmazok az egyre nagyobb siker eléréséhez a mindennapjaimban. Az ember nem születik pénzmágnes energiával. Legalábbis a legtöbb ember nem. Tudom, hogy én biztos nem így születtem. Ez a fajta energia nem csak a celebeknek jár, a gazdagoknak, a kegyetlenül jól kinéző hölgyeknek és uraknak, vagy a jó kapcsolati tőkével és hatalommal rendelkezőknek. Bennünk él. Ez a könyv megmutatja majd, hogyan szabadítsd föl a benned lévő pénzmágnes energiát annak érdekében, hogy nagyobb anyagi növekedést tapasztalj, a siker magasabb fokozatait érdel, mint bármikor korábban gondoltad, és elképesztő mértékben növeld meg az álmaidat. Azt szeretném, ha sokkal többet akarnál elérni, ha sokkal több elérnéd csak be. A következő oldalakon elkalauzollak és végigvezetlek azon az átalakuláson, ami olyan embert csinált belőlem, aki 35 évesen többet keres, mint amit valaha el tudott volna képzelni. Korábban, amikor ingatlanosként lakásokat adtam bérbe, minden reggel azon aggódva ébredtem fel, sikeres lehetek-e. Tudom, hogy ez teljes mértékben megváltozhat, ha a következő fejezetekben leírt lépéseket megteszed. És tudod, mi a helyzet? Ott van benned a pénzmágnes energia. Én pedig eltökélten fogok segíteni, hogy felszabadítsuk benned a lehető legjobb változatot állítjuk majd elő belőled, azt, amit mindig is elképzeltél magadról, hogy lehetsz. Azt akarom, hogy minden nap úgy kelj föl, hogy izgatottan élhessd meg a napot, és tudd, hogy bármilyen jövőképet elképzelhetsz, mindegy milyen hatalmas. Szóval, ha valóban el szeretnél jutni oda, ahova vágysz, és nem akarsz ott maradni, ahol most vagy, akkor induljunk! Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra.